Üdvözlöm minden kedves nézőmet! Ez itt farm szimulátorozás lesz, ismételten. Na, a szuper grafika most megmutatja magát. Na, mint bocsánat, fizika. Na, szóval ezt itt beragadt, kész. Na, akkor végigpörögve az összes járművön, vettem új járműveket. Na már most olyan járművet akarok venni, hogy aratógépek. Aratógépeket ugye az előzőleg már vettem, de most visszaszedtem, mert úgy döntöttem, hogy... előbb megveszem a rendes gépeket. Szóval most megvan az aratógép, van egy pici terület, amin tudok aratni. Szóval azt fogom most learatni. Így van. Baszki, már megint nem tudok játszani. Egy pillanat. Ezzel rémálom lesz eljutni X-ből A-ból B-be. Aj, de jó, mozdulj már, mozog. Na. Remélem mindent jól csinálok. A kocsival akartam jönni területet vásárolni, csak egy picit felakadtam a kocsival, majd valamilyen traktorral majd odébb lögdösöm. Most már lesz munka is. Baszódjál meg. Hülye kocsis. Érdekes, hogy ilyen szűkik az utak, de a geci nagy szarra el kell, hogy férjek. Azért is lesz úgy, meg azért szoktam úgy csinálni, hogy területenként veszek egy gépet, vagy legalábbis ilyen kisebb részletekre osztom a területeket. Mert olyankor, ugye... olyankor az úgy fog kinézni a dolog, hogy... nem kell nagyon sok messzire vinni ezeket a szargépeket, szóval ott helyben megold majd mindent. És hogyha szerencsém van és jól ráállok erre a cuccra, és megnyomom neki a munkaerőbe, így van, akkor elméletileg kurva ferdén, de dolgozik. És akkor mehetek a következő cuccra, majd nem sokára visszatérek arra is. Csak miért van három fej? Aj, tudom miért. Oda is pakol, vagy hova pakolja már a harmadik fejet. Basz, ja nem fért ki, és csak hármat vettem. Jó, bassz meg. Amúgy jó játék, szóval. Kicsi kiúk, ura jó. Kukukukukuk, bassz meg, és megint nevetit nyomtam, ez az. Megnézem gyorsan. Aratógépek, arató fejből három darab van, vásárlás, vissza. Ugye három különböző irányba viszem el a gépet. Itt a térképen meg lehet nézni, hogy kibaszottul csak egy terület a miénk. Azt úgy hagyom, hogy legalább azt lássam. Nem akarok állandóan PDA-zni, azt annyira utálom. Ezt az I-betűvel lehet elővenni. Mi paraszt, amúgy átmegy ezeken a parasztokon a cucc, szóval nem egy olyan nagy dolog. Azt a bugot, keci. Beakadok, az szétpukkan az egész modell. Azért átrendezném a faszi séróját ezzel. És akkor ennek a vége, ez még nem az út, ennek a vége lesz az út. Izgalmas, szóval izgalmas, bazd meg, nem fér be. Persze, gyere szembe, hülye köcsög. De mi a bug? Na, azért mondom. Azért. Hát megpróbálok minél gyorsabban kijutni a városból. Hát látszik, hogy nem egy előny, hogyha... ekkora géppel akarunk errefelé közlekedni, mert kurvára nem férsz át a kurva városon.
Na, és akkor itt nem sokára leparkolok. Már vásároltam vetőeszközt, amivel be tudom vetni a területeket. Itt van ez a két bazi nagy terület, ezt fogom mindjárt munka alá vonni. Úgy kell, hogy először föl kell lazítani a területet, be kell vetni, utána a másik cuccal föl lazítani, amit én sose úgy csináltam. Szóval, na mindegy. Most igazándiból ezekre nincs szükség, szóval csak földobom rájuk a eszközt, aztán kiszabadítom a kocsimat. Ezt azért tudjátok, hogyha ezt a videósorozatot fogjátok nézni, ez ilyen tetű lassú lesz, szóval nem egy gyors gépek. Ahogy jó, tetszetősen meg van rajzolva, annyi, hogy a legtöbb gép át lett hozva az izéből a 13-asból, szóval túlzott, mármint a 11-esből, bocsánat, a túlzottan sok változás nincs a kettő között. Na, és akkor most kéne valahogy kiszabadítani, csak én nyomorékul indul ez a kocsi, ezt annyira utálom. Jaj, de jó, léci. Szabaduljál már ki. Bazd meg, most komoly. Jó. Na, egy traktor, két traktor, három traktor, négy traktor. Melyik van a legközelebb hozzá? Ups. Hogy lehet visszafelé menni? Nem lehet visszafelé menni. Kiállok innen ezzel a szarral addig. Tudod mit? Felviszem arra felé fentre. Erre itt a kanyaros úton, és ezzel kilököm a kocsit a picsába. Egyet levittem arra, egyet felviszek erre. Meg egy van most, ami dolgozik ugyanerre. Az most lényeg talán. Na, kiszedem azt a rohadt kis ebet, bazd meg, mert beragadt. Ne bagolj, ne bagolj, bagd meg, kurva anyárat. Jó, hát szuper, tényleg realisztikus nagyon. Annyi, hogy én azt utálom, hogy ha jön egy kocsi úton, akkor és odébb léptetek vele, akkor kibaszottul el. Tehát, jó, mondjuk, na, mindjárt elkezdem értelmesen elmondani. Tehát mondjuk ez nem rossz, de hogyha így léptetgetek a kocsik között, akkor ha mondjuk egy személyautóba, aki itt rohongál az úton, abba beleakad a traktor vagy ilyesmi, akkor hogyha átváltok egy másik traktorra, meg visszamegyek ugyanarra, akkor az eltűnik. Aj, miért indul ez ilyen lassan? Komolyan mondom, ki fogom baszni ezt a kocsit, azt szerzek egy normálisat. Nincs vele semmi gond, annyi, hogy nem néz ki olyan jól, mint a többi. Hát haver az itt dolgozik. Ide kell lesz szénabálázó cuccot venni, meg szénabálaszállítót. Jó, én meg anyád területet vásárolok. Anyád, miért nem mész rá? Nem mondod, hogy ebből ki kell szállni, hogy rámenjen? Ja nem. R betűt kellett volna megnyomni, nem. R betű. Bla 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 bla. Vásárlás. Ezt megvásároltam, de megyek a másik területre, az nagyobb. Hogy nézzem, hol vagyok. Most a 14-es vásároltam meg, és mindjárt megvásárolom a 17-est. Azért, hogy azt el is kezdhessem bedolgozni a cuccot. De mi a tökömért nem mozdulsz? Na végre. Ez tényleg csak arra kell ez a kocsi, hogy egyrészt irányíthatatlanul tudjak közlekedni! Tehát azért a fizika az odabassz, szóval azért tényleg gyerekek, azért ezt már kijavíthatnátok.
R betű, ó, vásárlás, ezért kell a kurva sok lóvé. És ezt el is kezdem bevetettetni. Aj, kibaszom, komolyan mondom, veszek egy traktort, bazd meg. Csak arra a célra, hogy rongáljak vele. Úgy jó, csak 40 percen keresztül indul el, bazd meg. Na először is megpróbálom, hogy anyádat, hogy be tudom-e vetni. És amúgy rossz helyen állok a traktorokkal, mindegy. X-el nyitom ki. Munkerő felvétele. G betű. Mi a tökömet vessek? X-el kinyitom, ez milyen kibaszott nagy lesz. Ó, nem lesz olyan túlzottan kibaszott nagy. Odébb kell egy picit állni. Reméletleg H betű. Tudok belevetni? Ó, sirály. Beleakadt, figyel. Ó, nem, pont nem. Amúgy sem tudtam volna vele mit kezdeni, ha beleakad. Közben nézem a térképet, hogy mit kéne megvásárolni. A 16-os az le van szántva. Ráutazok a 6-os 7-esre. 6-os 7-esig elmegyek, és azt is elkezdem bevetettetni. Megkurva jó, amúgy faszom fog itt menni keresztbe, meg kasba. Egy kurva király vagyok. Bazd meg! Nem... Így gondoltam, én kicsit lejjebbre számítottam, de ez se rossz. Ez a grafika, meg fizika, meg minden. De jó, legalább úgy marad a kerék, ez tetszik, a kanyar. Szóval, hogy megvásárolom, persze. A nagyobbat kezdem ebből vetetetni. Ettől agyfaszt fogok kapni, szóval ki fogom cserélni ezt a kocsit. Egész nap ezzel fogok játszani. Vagy 10 órányi szart biztos föltöltök. Nagyon jó, kurva jó vagyok. Elvásárlás, igen. Az ezt utána, hogy miért nem marad beindítva, bazd meg. Na most ezt, bazd meg. Korofasz. Betébe fele fasza. Pörög lefele a pénzem, mint állat. Nézzük. Terület, ugye ezt itt vetődik befele. Itt van még egy vetőgépem. Ezt ráállítom a 13-asra. Indulj már el, bazd meg! Gyerek! Ezt nem... Ha valaki ezt kibírja hányás nélkül, hát ezt komolyan mondom. Elférek! Wow! Hát azért konkrét így előzzél meg valakit élesbe. Az életbe. Hát de bazd meg! Azért tűrtőztesse már a játék magát. Kicsit...
picit rábaszok a gázra, azt már megy mint állat. Puh, bassz meg. Itt egy darab sajt úgy ráng ez a kocsi. Jaj, meg kéne előtte vásárolni, de kurva jó vagyok. Valami hiperszónikus, szóval... Baszok rá. Elfogy a pénzem, majd csalok be. Úgy nem fog elfogyni, mert ez elég sok lóvé, szóval az az 50 millió, amit én így beleraktam, az laza. Még ugyanazzal vetem mindet. Hé! Hey! Az meg is most érjem utol. Elkezd nekem így bagolni, bazd meg. Nem csinál semmit, bazd meg. Hogy kell, mivel O betűvel válasz magot? Szálas mag. Virág. Legyen ez a fasz. Miért nem csinálod, bazd meg? Ez kurvára nem csinálja. Azért mondom. Időnként bagol ez a munkás cucc, mert ugye először fölként töltenem azt a szart. De hát én nem töltöm fel azt a szart, mert ugye megvásárolja magának. Na és ide hogy jussod el az egyeshez, bazd meg? Egyes, mert normális utat én nem látok. Most itt készül a... Egyes. Itt kéne megvásárolni, meg majd a 40-est. Bassz meg. Én meg itt vakom, élek. Na jó, húzunk el az egyeshez. Mint egy gyökérfattyú. Picit meg fog dobni. Ó, hát semmi probléma. Ez az egyes. Baszd meg. Mert közben csöngetnek, szóval... Ez jó kibaszott nagy. Ho-ho. Honnan jöttem? Hegyrű. Vásárolom itt a területeket. Ez most ilyen, ugye ez újítás a 13-asnak. Nem tudom, mi a tökömért nem lehet járműből megvásárolni.
Mindjárt kipróbálom, mert ha nem kell, akkor nem indítgatnám állandóan újra. Kettes terület, hát az valami fos. Utazok rá rögtön a négyesre. De miért nem indul el? Egy kocsiból nem lehet megvenni. Miért kell ehhez kiszállni? Tököm ki van. Hogy megnyomjam, rámnyomjak, hogy vásárlás, evető, és újra be kelljen indítani ezt a szart. Jaj, de szép. Átlátok a textúrán. Ó, de itt még eszközeim is vannak, hohó. Menjünk csak gyorsan az eszközökhöz. Ezzel fogok átmenni oda szembe a bazi nagy területre. Bevetni. Viszonylag elég messzire el lehet húzni a kamerát, ugye nagyobb szállítóeszközhöz képest. Jól is néz ki. Menet közben óbetűvel kiválasztom, hogy ilyen faszt fog csinálni, ez kukorica, úgy tudom. De ha nem, így járt. Szép, egyenes út. Az konkrét, most pammolt egy kocsit elén. Pónolt, tök mindegy. X-szel kinyitom ezt a tyukszart. Beállítok H betűvel egy munkást. Jó. Igen, ezek szoktak lenni ilyenek. Semmi baj, de már befejezte a melótot. Ez hol van? V betű emelt fel, X-el zárd össze. Jó, húzzunk át másik területre. Mondom, X zárd már össze, te szerencsétlen. Jó, ne zárd össze, ideig hoztam ezt a fost. Megveszem ezt a területet is. Annyi, hogy amíg nem az enyém a terület, addig nem tudom izélni. Elkezdeni bevetni. Szóval előbb meg kell menni, mondjuk logikus, szóval... Most nem tudom, hogy egyszerre veszi le a pénzt, vagy így azért pörög ilyen gyorsan, mert menet közben azt is szépen veszi le lassan, vagy nem tudom. Itt azért sárgára. Húzza, húzza, hát akkor jó. Anyád, nagyon jó. Nézzünk már egy olyat, hogy térkép. Ezek ugye vetődnek befele. Ezt időnként frissíti csak. 13-as kész, 17-es az még nincs. Na nézzük a... Ezekre még nincs szükség, még ezekre sincsen. Ez 13-asnál kész van. X. Jó, ez hol van? Hol vagyok én most? 13-asnál. Itt igazándiból tökre körbe van kerítve, szóval... Ez az egy van, amit bevet. Etek vele, meg itt a mellettem lévő cucc. Ezeket fogom ezzel csinálni, ugye mondtam, hogy egymás mellé több cuccot rakok, és így lesz megoldva, hogy ne kelljen nagyon messzire vinni a gépeket. Rácsoportosítom egy-egy gépet a... Ez van közelebb. Egy-egy gépet a helyszínre. Hát itt sok ilyen faszt vetek, azt sem, aki nem tökéletes, kit érdekel.
Jó, ez ezt a bazi nagy területen dolgozik. Itt ezen a kibaszottú bazi nagy területen dolgozik, most csináljam másik sort. What the fuck? Megnyílt magvető. Bocs, tényleg. Jó, ez dolgozik nekem itt ezen a kisebb területen, a farm mellett. Nem sokára meg kell ezt vásárolni. Így van, ez kész. Ezt majd mindjárt leparkolom vissza ide. Ide kell lesz szén a bálázó. Az már majd nem sokára jön. Ez 58%-on van. Jó, itt a combine igazándiból faszt nem kell még most itt csinálni. Mert a bazi nagy terület mellett sem kell. Csak átállok a szembe oldalra, mert itt amikor megy a gép, nehogy beleakadjon. Rohadjon meg. Jó. Ez most nem kell. Ez hol van? Ez van kérlek szépen a fönt. Hol van ez? Nem, ez lent. Ez most nincs rá szükség. Ez van ahol. Ez itt az itteni fent. Igen. Még nem kell. Ez van a nagyon-nagyon nagy területnél. És ez meg a másik meg. Várjál, nekem először is egy szénás cucc kell. Na szóval akkor ezt úgy kezdjük, hogy ugye vásárolni kell, mert hogy a szénát össze tudjam gyűjteni. Ahhoz azt csak én fogom tudni csinálni egyedül, szóval ahhoz is külön gépeket kell lesz vásárolni, csak össze-vissza csinálok mindent. Már ahhoz kell súly, nem tudom, majd megnézem. A traktor. Az ilyen kisebb melókhoz egy Lamborghini traktort fogok venni. Ból kell lesz, ups, egyet is el is adok. 8 darab. Jó. Akkor kell nekem szénagyűjtő cucc, illetve hát szénát, ekék, vető, mag, pökassa, szénaforgató, mondjuk az nem árt. Ben, töltőkocsik, anyárat mész kétszer, bálázó. Egyszer egy bálagyűjtő kéne. Ez... úgy tudom, hogy ez az. Úgyhogy de gyorsan pörög pénzem. Kell ebből 4, és akkor kocka bálázó. 4 vissza. Tap. Na ez egy jóval kisebb traktor, de ennek nem is ez a feladata. Nem értlek, ez... gyors. Van egy ilyen bálá... bazd meg! Gyűjtök, politok. Ez a bálázóhoz, ez nem kell lesz súly. Mint ez a kocsihoz. Ez annyit fog csinálni, hogy összegyűjti a bálát. És akkor ezt már csak be kell rakni a szény a cucchoz. Használat B. Kinyúlik ez a kis lófasz. Összeszedni. Jó, majd ezt magamnak kell csinálni, mert a gép az már nem csinálja meg helyettem. Annyi, hogy én igazán jó, mert tényleg csak körbe fogom járni, meg elindítgatni a gépeket, meg hogy mit hol csináljon a cucc. Jó. Következő traktor. 1, 2. Ez lesz a bála gyűjtő. Hiszen még ehhez se kell lesz súly, de majd mindjárt kiderül. Anyád, beletolhok. Tudok vele fordulni, nem kell lesz hozzá súly, tökéletes. Nem logikus, de ops, bocs. Szétbaszom közben a mikrofonom. Na. Aj, de imádom ezt a szuper sebességet. Ide direkt kisebb is van véve, szóval direkt kisebb a traktor is.
meg így megkülönböztető, hogy mivel mit fogok csinálni. Szóval a zöldek azok munkagépek, mondjuk mindegyik munkagép, szóval ez egy hülyeség, csak a fehér az kifejezetten bálázásra van, a fehér traktorosok az, a többi meg a vetésre, ilyesmi. Elvezés túl gyorsan a sebesség. Na és erre ugye nem is enged, hogy vegyek fel munkást, mert hogy ezt ő csinálja az autóm. Már mindenki ezt nekem kell csinálni. Ezt nem tudja helyettem megoldani. Ezzel tényleg csak kibaszottul annyi a baj, hogy nem tudsz ráfordulni rendesen, szóval így minden második sor tudsz egyszerre összeszedni. Ez így szeri szépen össze a szénát. A legvégén fogjuk látni, hogy kijön belőle majd egy egész bála. Ugye hát ott van, hogy mekkora egy bála, ha 100%-on van, abból lesz egy bála. Igazándiból leginkább ez az egyetlen egy olyan dolog, amit meg kell csinálni. Az összes többit azt mind automatán meg lehet oldatni a géppel. Ami igazándiból még a fűnyírás, amit nem tudunk megoldani géppel, azt hiszem. Meg ott is hagy egy kicsit francba. Direkt zoomoltam le róla, hogy lással kis belőle valamit. Jó, egy bála, kész van. Nem láttam még egyet csak jönni. Rakeszból. Most fog akkor szerintem. Ha már benne van egy bála. Ez csak azért szar ez az egész, mert itt tényleg csak akkor van benne bála, amikor már kettő benne van, szóval. Már nem tudom, hogy eddig készül. Most készül a második. Ja, ezt szintén meg lehet oldani más eszközökkel, hogy összehúzzálsz ezeket a cuccokat. Hányat csinál ez még, te buzi? Dobja már ki legalább egyet. A fasz láma miatt a tömet nézel. Jóval nagyobb, jóval kisebb terület, az már hamarabb kész volt. De már majd négyszer feltöltött az a kurva sárga fos. A kettes gomb lenyomását amúgy mondta, hogy ez az a sebesség, amivel ezt lehet még művelni. Na hát szóri gyerekek, pont nem tudtam összeszedni egy rohadt bálát se, szóval ez ami ott van benne, az csak akkor esik ki, hogyha még töltöm ezt a szart. Ahhoz meg majd még aratni kell, szóval ez még várat magára, nem véletlenül nem raktam össze a többit. Szóval most összerakom a többit. A többi gép úgy is dolgozik, mindjárt csak fölcsatolgatom, azt utána majd, amikor szükséges, akkor majd elpakolászom minden. Én bálok vele, hogy ne legyen útba. Meg tudjak tőle vásárolni majd. Megőre leálljam ezt a kijárót. Nem már véletlenül kiférjek majd egy másik eszközzel. Így kell kapcsolni. Nem sokára végig körbeérek. Állok itt. Mellé lehagyarodom azt, hogy belerakom ezt a szutykot. Igen, BMW. Na, ezek a szállítók, ezek nem csinálnak még most semmit. Ez itt van fönt, ez van a lent, ez van a másik lent, ez a harmadik lent. Ez itt az utolsó cuccot végzi, ez itt készen van. Egy X-el körbezárom ezt a szutykot.
fordulni, remélem. Csak nem olyan balfasz, mint én. Annyi, hogy figyelni kell, hogy hogy indítod el a munkás felvételét, mert volt már úgy, hogy összezárt ilyen cuccal, elindítottam, és kurvára nem csinált lófas se. Dolgozik, szupi. Ez már mióta dolgozik, az még semmit nem vetett be. Munkás, köszönjük a munkádat. X-et dobjál rá. Minim, kiforgok. Ez a terület nem a tiéd, nem veheted meg. Vagy már mint hogy vedd meg. R betű. Vásárlás. Csak azért csinálom, hogy utána most legyen mit majd le bohozni. Dolgoztatni ezek a köcsögjel. Csinálja, csinálja, kurva fasza. Most nem kell. Jó, hát ez se kell. Ezeket mondjuk megcsinálhatnám, még ezek dolgoznak. De akkor kezdjük onnan, hogy a másik traktor. Ezekkel álljak rá. Igazándiból nem tudom, hogy kéne elosztani a gépeket. Ugye kitalálom, mert tuti kevesebb gépen van, mint amennyire szükségem van. És lesz is. Hát nem tudom mióta szórakozok már, de ez ilyen videó lesz, szóval ne várjatok tőle túlzottan nagy áttörést. Na jó, szerintem én itt most köszönöm szépen a figyelmet, és majd egy következő részben folytatom tovább a hülyeségeimet. Na, csöztök!